Hello srácok, ez a Gaming is Fun, és most ebből a videóból megtudhatod, hogy hogyan játszhatsz velünk, mert igaz, régebben volt egy egyszerűbb módja, viszont úgy döntöttünk Popettel, hogy kicsit feljebb emeljük a lécet, és ezt most egyáltalán nem úgy kell érteni, hogy te hogyan játszol, hanem úgy kell érteni, hogy értelmi szinten ne legyél teljesen retardált, hanem tényleg normális embereket keresünk, akikkel lehet játszani Rainbow Six Siege-et, és igazából én csak azt szeretném, hogyha egy jó közösség kialakulna úgy, ahogy az van egyébként a csatornán, mert nagyon jó közösség vagytok, vagy vagyunk, inkább így mondom, és amit tenned kell ahhoz, hogy velünk játszhassál, csatlakoznod kell egy csoporthoz, viszont ebbe a csoportba Popet fog meghívni. Na most itt a Uplay-en, a barátok és csoportoknál fel kell venned azt az embert, akit úgy hívnak, hogy Popet.vs-e. Őt megkeresed, és ráírsz. Ő fog neked válaszolni elég gyorsan, de azért majd nézd rá gyakran itt az üzenetek részre, hogy mindenképpen értesülj róla, és minél hamarabb tudjál lépni. Egy-két lépést kell majd megtenned, mint például Facebook linket küldeni neki, viszont mármint a Facebookodnak a linkjét, viszont ezt ő kérni is fogja az üzenetben, és emellett pedig kapsz egy TSIP-t, amivel be tudsz lépni a TeamSpeak-ünkre, és hogyha ez megvan, akkor játszani fogunk, nem tudom mennyit, de tulajdonképpen ilyen kipróbáljuk, hogy tényleg te egy rendes, értelmes ember vagy, akivel lehet kommunikálni, és jó fej, vagy te egy retardált vagy, aki Shape of You-t énekel a live-ban, vagy aki csak feltűnési viszketegségben szenved, és azért jött játszani a Gaming is Fun-ra, vagy éppen a Puppet World-re, és nem azt nézzük, hogy te milyen rankú vagy, vagy hogy milyen jó az aimod, hanem azt, hogy hogyan tudunk veled úgy tehát kommunikálni, meg minden, értitek, hogy mire gondolok. Szóval, hogyha megvan ez a meccs, akkor eldöntjük, hogy te jó fej vagy, értelmes vagy, vagy egy retardált vagy, és ha retardált vagy, akkor nem hívunk meg a csoportba, hogyha viszont úgy találjuk, hogy minden okés, és jöhetsz, akkor meghívunk egy csoportba, aminek most az a neve, hogy Popet Világ Astro Show. Lényeg a lényeg, hogy ez a csoportnak változhat a neve, mert szeretjük átirkálni, viszont titeket arra kérlek, hogy ne írjátok át ennek a csoportnak a nevét, a Facebookosat nem tudom, szerintem nem tudjátok átírni, viszont hogyha tudjátok, akkor se írjátok át. A TSIP-t ne adjátok ki senki másnak, mert az azonnaliban, hirdetés azonnaliban, és tehát ezek nagyjából ilyen alapszabályok vannak, és igazából ennyi lett volna. PS4-en már nem nagyon fogok játszani, Xboxon pedig nincsen, szóval többnyire csak PC-n tudunk játszani. Nem tudom, hogy valamikor még visszatérek-e PS4-re, de az is könnyen meg lehet, hogy már nem nagyon fogok játszani PS-en, különösen nem Rainbow-t, amikor itt van nekem az új PC, és imádom a Rainbow-t ezen játszani. Úgyhogy, srácok, most megtudhattátok, hogy hogyan játszhattok velünk, például a live-okban, de live-okon kívülre is van ez tervezve, tehát mondjuk én itthon ülök és szeretnék játszani, bemegyek Rainbow-ba és rámegyek, hogy meghívás, és akkor a csoport kap egy invet, és akkor játszhatunk közösen. Úgyhogy ha azt a csoportot hívom meg, akkor teljesen biztos az, hogy olyan csapattársakat találok, akik értelmesek, és lehet velük normálisan játszani. És nem kell attól tartanom, hogy például live-ba olyan jön be, aki egyből már hülyeségeket beszél, vagy énekel, vagy nem tudom.
És egyébként ezért kell a Facebook profil, hogy ne csak egy Uplay account legyél, meg egy Uplay név, hanem egy embert is megismerjünk a Uplay account mögött. Srácok, köszönöm a figyelmet, remélem királynapotok van, tehát ezt kell tennetek, ha játszanátok velünk, úgyhogy találkozunk legközelebb, na de addig is gaming is fun, és sziasztok!